fasza? Attól tartok, nem tartok semmit. Ki kell húzzam a dugót. Mávi, mit csinálsz? Nem húzhatod ki a dugót. Miért? Hiszen elvák óta itt van. Tudom, de 10 ajándék lenne. 10 ajándék. Kitől? Van valaki, aki pontosabban ezt csinálgatta. Szervusz Melvin. Drága régi öreg barátom. Úgy lehet, hogy levegő jobban festene a legnagyobb kosztom. Épp ezért nem látok semmit, mert épp ezért megvakultam. Épp ezért használtam valami a laptopot. Nagyon a JTK-n maszkul, de mit kezd fogja itt? Hát épp elméletével Fred fogja vezetni, mert én már nyugdíjban vagyok. Majdnem 65 éves vagyok, Melvin. Ó, bassza meg! Úgy látom, 65 éves lett a maszkó. Ahogy mondjátok, épp eszégen, ha megbocsátáltok, itt leszek a disznónál, ha kellenék. Na, sziasztok! Nézzem, ki az a Fred? Csak még egy húzás? Igen, így néha. Megvan. Végem azt aztán elkészületek. Ha-ho, Fred! Hallottad, hogy a maszkó éppen nyugdíjban vonult? Igazából hallottad, Mary, mert éppenségem valójában nem tudom miért, de szerintem ő már 65 éves, és én veszem át a helyét. Kiváló. Most legalább majdnem lekurázhatjuk a katyánkat. Itt is egy vendég. Hello, Mary. Levél hiányolta a tűnő közös százat. De meg ki? Ő itt a kuzinom. Nem is tudom, mi a fasznak. Épp eszégel a lóvémat akarja. Ha nem, Melvin, épp eszégel csak látogatóba jöttek, ugye, fiúk? Igen, látogatóba. Látjátok, ő csak látogatóba jöttek, ennyi az egész. Jaj, menj már, hogy lehet egyáltalán látogatóba? Még valamit elfelejtettem. Ezt adja át üdvözletemként. Sziasztok! De tovább átalakítottuk az ovád is fel, hogy átalakította. Azt a szőlőkertet. Hát, eléggé jó nagy a szőlőkert. Egyébként még ezt is átalakítottam. Ez egy új modernezett ház. Hogy tetszétek? Egyáltalán nem tetszik. Holnap gondolhatjátok magatokat, hogy szépen itt hagyjátok a szeret, mert most aláírta a papírt, amely bocsátának. Én azt veszek valami a fűcsét. Előre is figyelmeztetlek, hogy le fogom vágni a torkodat. Jaj, Mami, most mi az felünk? Ne aggódj, Overlux, tudom mi a teendő. Nézzük csak Parkes és Fiona a helyében. Itt a nagy pökkenő, remélhetőleg, hogy ez lesz a legnagyobb utolsó csepp a pohárban. Mint te igazából zseni vagy, kit találtál meg? Ez biztos a tetszőfok. Az Isten bassza meg, Melvin, nem emlékszel, amikor voltál te barosan? Éppen szégyen meg akart folytani téged. Tényleg, kicsoda? Hát pontosabb a Scott, vagy Ted, vagy Edgar, vagy Shrek. Shrek, enna szavakat. Shrek jó fej volt. Jó fej. Aki mondja jó fejre. Miért? Talán van még jobb ötleted? Hát ide hívhatnák Melint esetleg. Ő biztosan tudna törni Freddel. Fred? Ilyesmi. Most miért beszéljük hangyául? Nem tudom, épp azért a hangyául beszélek. Valamit ki kell találnunk. Várj csak, tudok kihez fordulhatunk. Na jó, elhozta pászuszot már mi. Melvin, itt vagy valahol? Ahol picit egy lesz. Beszélj el nekem, hogy találsz egyet a barátnőt? Szőkérdésültem. Épp elméletével, hogy találgatok, hogy szépen meglátom a melleit, és szépen megszakolgathatnám. Olyan ipara íjatú. Nem szívesen mondod, tökélet hülyeséget mondtál. Te elég állat. Szavaz, Fred. Melvin, hogy kell ez a hivatlan emlék a mi házunkba?
nem féltek ettől, vagy csak attól tartok, hogy kurvára nem bírom azt, hogy ennyi láthás vagyok. Hát mindenki nem gondoltam, hogy mit gondoltál, hogy te egy betétéke vagyok. Mármint azon a küldeztek egy lábattal, most azonnal. Hé, ne fogd vissza magad. Éppen miértél, itthon vagyok. Tom, te nem lehetsz itthon. Csak akkor vagy itthon, hogy jó szép az a téged. Kolbászom a katalgóba, és én éhező kutyát a seggedbe. Hogy itt a víz? Elfelejtem. Hát Blinky, ezt kapjét. Ki fogtak kapni karcsonykat, tudod? Tágos, Fred, majd mi segítünk neked podcastni. Feltek mehetek? Mert ugye megengedem? Hát persze. Vagy tímel meg Kenny elkísérti téged. Fogja kísérni Fredet. De lát ki a végét. Fred, ezt a játékot ketten. Átökezve nincs olyan, hogy jó Blinky, hanem rossz Blinky. Hogy értitek az, hogy ananász eltűnt, vagy elment? Éppen Szégyel ezt írta nekünk. Azt írja, kedves Blinky, nagyon tetves buzi volt, mert teljesen nem hittél annak, hogy legalább engem szeretsz. Úgyhogy legalább elmentem én szépen jászladányra, hogy szépen ott éljem át az életét. Úgyhogy megkeres többé üdvözlettel, ja és kéne szépen a szajéját a bizárrájét üdvözlettel. Ananász! Öha! Ilyen jókat tudsz olvasni? Ez a kobra, csak a bajszak nevethetnek. Hihetetlen. Akkor itt a vég. Mami Beth ki fog rúgni, és ezért, hogy éppen Fred veszi át a helyét, ez eléggé szivatónak látszik. Hé, ne mondok azt a szót. Tudhatnád, hogy én is benne voltam abban az ügyletben. Nem úgy, mint egyesek. Hé, Gáz, te ott se voltál. Na, de figyeljetek, nekem ebből elegem van. Mondjátok meg, hol me, hová mert Fred, és tudni akarom, hogy miért veszi el az én kedvesemet. Hogy miért? Figyelj csak ide. Volna néhány legnagyobb teendőm, ha cserében megteszed azt, amit mi szoktunk. Például hozol nekünk egy pizzát, és akkor majd elmondom neked a jövőbeli életet. Wow! Bizony van. Gyakorlodj. Oké. Szóval... Mi a véleményed, öcsi sajt? Te mit gondolsz előbelül? Bocsi, túl szöket vagyok. Na, mentem. Úgy kifordult a lábam. Az utolsó reményed, Blinky. Vagy elmondasz Kellynek, hogy mit szedsz, vagy egész végig ott üldögés a vécébe, közben nézve a telefont, amióta a lányok éppen Szégyel rajzolgatva vannak. Éppen Szégyel nagyon puszéljon. Ne mondj ilyeneket. Oké, katar. Szóval, mi a véleményed? Pont olyanok lesznek, mint te turkok. Mert akkor nem szeretem, hogy éppen Szégyel éppen a pofáznak. Hidd el nekem. Ha bármi történjék, és siveszen ott leszek. Oké, kösz. Na, minden jót! Na, fiúk, így kezdett le tud vágatni. Na hát, nem gondoltam, hogy ennyire vág az agyad. Én sem. Ütés! Te úgy hoztad helyre? Egyszerűen, például, ha elmondja Melvinnek, akkor tiszta szalepaszhatja a fejét. Éppen Szégyel önmagát. Hihetetlen vagy. Nagyon is hihetetlen. Te, rendeljük pizzát? Jó ötlet! Abba mégis értlenik! Mikor bátor kalandó éppen Szégyel, mindig is kezdte a problémát arra, hogy a Kelly valójában miért nem szeret. De valójában azért, mert nem küldtem SMS-t még mindig. Úgyhogy csak egy dolgot azért tehettem volna, hogy megtalálgassam. Csak így egyetlen egy megoldásom maradt. Megálltam közben pipikélni.
Ma megint a keltemet pipégeti? Beleszalk a kezébe. Hagyja békibe. Menjen nyugodtan a pincébe. Akkor rádöbbentem valójában, hogy ezek a fák teljesen elpusztultak, kihaltak, a szép baszták az egyetlen bajuk. És vajon miért? Kérdezi Blinky Kingsman a nyomozók, én maradtam a tatom. És a szék, itt vagyok a része, ahol keresztül. Majd pont nincs tényleg, ahol meg fújtod rá a szervezke. Ekkor rábukkantam valamire. Akkor rábukkantam valamire. Te ki az biztos? Hogy ki az? Éppen hozzád, amióta el akar lenni, kell itt. Hajvány a gőzőségre beszélsz. Látják tényleg valójában egy teljesen buszinak látszik. Egy nőkről ügyélünk, hogy igazából nagyra értéke. Volt egy kis logika. Várjatok, ti is halljátok ezt? Látod, egyáltalán nem fizetnek. Eléggé kínos. Egyáltalán leszállott rajta a tököm. Nem tudom, miért kezdtük ezt a menút. Belepoltolgattak a képünkbe azért, meg éppen itt áll az orrunk előtt. Az orrunk előtt. Na hát, erre nem vettem volna még ezt. Tudhatnád, hogy én viszont nem vagyok az, de ha meglátom ezt a fiút, akkor kinyílok. Ezek a fiúk jó félbe vágják a felszínt. Váljunk csak őket is velem. Találkoztunk mi ott a... ott a tisztatoknál. Ti találkoztatok? Igen, persze. Meg kell mentőjük, váj! Sötétbe viszik, kiállászi Tiamat rendnéken. Hagyd békén a barátnőmet! Fogd vissza magad, öreg ember! Hát nem látod, hogy éppen mi itt a bökkenő? Üldözeket a gromok, te meg éppen szivakasz velem! De te miért csinálsz? Te miért csinálsz magad? Tudnék legalább, hogy te nem értesz a nőkhoz. Én tudom, nem értem, értek? Az, hogy ekkora faszákat írtál nekem, elég éhető volt, de attól tartom, nagyon meg voltam szóltam, de miattad. Miattam? Tehát te lépti a képembe? Elég, figyeljetek! Kitaláltam, hogy jó volt ez, minden, hogy itt fogunk éjszakálni. Gyertek! Ha még megtök téged, én eltemetlek téged a boss dinnyeföldjére. Éjszakázhatok, hogyha szeretnétek, de ne feledjétek, ez lesz az utolsó csepp a pohányba. Vele aludj csak, hát ez kívánt, éjszel tartalék. Én a megfogadtál is ezzel biztos, nem értem ezeket az őket, éjszem, ezek életségek mint a nőket. Szóval, mikor jönnek ezek a gnomok? Akkor, mikor meg kell válnunk, amíg lemegy a nap. Hát, nem tudom, hogy vette ezzel, de Blinky viszont szörnyű szállal eltűnt. Kitek fog dolgokat osztogatott, de elkapom Blinkyt és segbeugom őt. Hát igen. Te, valami szólni kell Svennek. Igazad van, Lomax. Majd én megyek. Szerinted hát az bajba. Mary, mi történt? A történet volt később elmesélni. Légy nagyon óvatos. Lehet, hogy a gnomok éppességgel megtámadhatnak? Lehet, Lomax. De meg kell találnom Blinkyt még szötétedése előtt. Mondulj, kis szlovacskám. Akkor szokszikád, Melvin? Hát ott van. Lehet, hogy Blinky is ott lesz. Vigyúz, hogyha elkapod Blinkyt, jól lehalmolt a két. Pedig nem elmondom, ez biztos. Nem csak imolszem. Ja,
Nos, mit látsz? Azt hiszem, tudom mit. Attól tartok, hogy ezek még mindig éjszakáznak. Lehet. Én a helyükre a kukija néznék. Igen, de nem tudom, miért így vennünk. De igen, eléggé szivatásnak tűnik. Ha meg nem tévedek, hogyha nem mennek ők haza, akkor este nem láthatják meg a tévéjüket. Ha abba a szaros szellemezkedést. Szellem. Szellem megvan. Szellem járás a koponyákkal. Rettegve fognak futni az elég. Csink, még rengeteg a dolgunk. Tiek, ezt kellett mutogatnom, hát az fasz a minden. Akkor tegyük át a témára, öregem. Ha maga fizetne valami olcsó kamatét, akkor biztos vagy benne, hogy leveti a gatyáját. Épp elméletileg nagyon idegesít attól, hogy maga éppen gata nélkül futkos. Kérdezzétek meg Olafot. Olaf remek jó fejnek tűnik, nem úgy, mint ti gatyagládák. Ez már mi volt? Attól tartok, ha megijedek. Nézzétek! Ezek azok! Lőjek! Egy nagyon fasz! Futász a házhoz! A kulcs! Hol a kulcs? Ja, itt van! Jöttem! Mindenki oda! De mielőbb... Ne várjál! Nem akar kijönni a kulcsa! Hé, várj meg! Hiába! Kellett nekem pofázlom! Szemszár. Nem gondoltam az anyába érbe válnik. Blinky kép, hát ez honnél tudta, hogy a huhogáz ennyi jó ötletnek tűnik. Épületében a terve viszont jobban beválik. Amíg ezek elmennek, viszont szabadon távozhatunk. Na, huhogjunk. Hú-hú! Léki! Azt a kurva! Mary, te vagy az? Mondd, mit csinálsz ilyenkor hajnalok hajnalán? Tudhatnád a szennykiszereltésre? Hát az hosszú történet, Mary. Épp ezért Fred éppen... Fred? Fred, hol vagy? Hol a túlóba tűnt? Te jó éj. Ez nagy hiba. Ez kurvána nagy hiba. Mi történt? A traktor? Lehet, hogy Fred is itt van. Te jó éj. Majd én figyelmeztetem. Fred, te meg hol készülsz? Fred, várj! Most már nem akarsz köszönni nekem? Nagyon sajnálom, Blinkikén, de be kellett parkolnom oda. Hát végyet, látod, Mary, mondtam, hogy tetsz buzi. Érdek. Blinkikém, nem kellett volna egyfolytában elvenned haza. Mi bajod is ezhetett volna, vagy még rosszabb? Elkaphatott volna téged az a gnom? Igen, és én ismerem ezeket a gnomokat. Ők nem a híjes fizgók, amit... Hát ha én látszottam, hogy kurván nem az. Éppen ez a tetves buzik, amit én jártam. Bocsáss meg, Devin. Attól tartok, nagyon féltékel lettem. Én csak meg akartak gyógyítani a bolt átoktól, mert éppen... Te fekszel? Nem. Fenn éppen elaludt. Remek. Most nem tudom, hogy jutunk ki haza. Hát, lehetőleg itt ragadtunk. Ho-ho! Nem kell kezdetek egy barátot, de éppen megtaláltam. Szkacok, bemutatom nektek Lénát, ő az egyetlen barátnőm. Várjuk csak, ő a barátnőt? Tehát azt hittem, hogy te a barátnőt akartál keresni. Mégsem akartam keresni egyet, de attól tartok, hogy rosszul stimmeltél. De ha megbocsátasz, volt rengeteg még a dolog. Gyere, Léna, menjünk is kiszéljük haza. Várjad is egyet, vagyok. Mávin, de attól tartok, nem tartok semmi a barátnőt. Mi történt? Nyugodj meg, Obelix. Úgy látszik, hogy ez a bácsi viszont nem hallott. Jaj, túltetem magamat, de... Végre kiévezhet a szokimat. Robi, te mit csinálsz itt?
Elszószó történet, feljön lefelé lógok. Kipróbálva az egyetlen technikát, a feljön lefelé stit. Épp elméletéve, viszont kurvára nem értem azt, hogy miért vagyok ennyien rókázva. De örülök annak, hogy végül találtam egy bátort, és így találtam az egyetlent. Úgy érted az, amit én láttam. Hihetetlen volt, de attól tartok rosszul stimmeltem. Nagyon összetévesztettem arról, hogy miket mondtál nekem. Ez így van valójában, Blinkikém, hogy végül jól cselkedtél. Kösz, eléggé kibasztál velem. Na, viszlát. Hé, most akkor hol indulsz? Hát, amit láthatod, ment a kurá. Csak már. Egyáltalán mit értettél tulajdonképpen arról, hogy Blinky egyet, ha úgy viselkedik, mint a tetrezbusz. Elég véget, de attól tartok, mégis rosszú vagyok. Nem kell miatt rosszul lennem, mert emlékeztem a jónak tanácsaimról. A pár keresét csak azért veszed el, mert szám, ha végül olyanokat iszik, aki tökre belekik. Ha vagy legalább Blinky nem tudja. Látjátok, ilyen az a nagy happy end. Get shut up by a titty.